A polcokat szerelik össze Záhony könyvtárában. Néhány nap múlva már könyvekkel teli lesz ez a helyiség, szeptembertől pedig várja az olvasni vágyókat. Mindezt a művelődési ház falain belül alakították ki, amelyet idén újítottak fel belülről. Már csak a munkálatokat követő takarítás és az új eszközök elrendezése van hátra ebből a fejlesztésből, amelyet az önkormányzat a Zöldváros program keretében valósított meg. A művelődési házat már átadta a beruházó, most folyik a takarítás, valamint a saját beruházásban, saját fejlesztésben megvalósítandó munkálatokat végezzük el. Várhatóan szeptember közepe, szeptember vége felé használatot tudjuk venni a művelődési házat. A Zöldváros keretében megújult Jókai út az már használatban van, azt áprilisban adta át a kivitelező. A művelődési ház is része továbbá annak az energetikai fejlesztés csomagnak, melyben összesen 7 közintézményt láttak el napelemekkel. Ugyan Záhony város 5000 főnél kisebb településként a Magyar Falu programban is pályázhatott. Ennek köszönhetően egészítik ki és újítják fel ezt a kerékpárutat, ami a Felső-Tiszai turisztikai hálózathoz csatlakozik. Még aszfaltoznak a gépek, de szeptembertől már ezt is használhatják a helyiek és a Záhonyon áthaladók. A kerékpárutunk az egy 900 méteres szakasz újul most meg, ez a Felső-Tiszavidéki kerékpáros úthálózatnak a része. Jelenleg ebből kiépült 8 kilométeres szakasz, ami Zsúrk, Záhony és Győröskét köti össze a töltésen, és ebből van egy leágazás, ami a város belvárosba vezet le, és ez a rész újult most meg közel 50 millió forintból. Az önkormányzat már dolgozik azon, hogy az idén indult 7 éves fejlesztési ciklus első beruházásait megkezdhesse. Szeretnék pályázatok segítségével a város több útját felújítani, fejleszteni a tiszaparti turizmust, emellett a város uszodájának külső szigetelése is a közeljövő tervei között szerepel.